Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Eleken ünnepelt a Vármegye. Több elismerést adtak át a kedd délelőtti közgyűlésen. Érdemes bekapcsolni az övet. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik. Sokan olvasták a Perpatvart. Elérte célját a Levéltár online térben futó sorozata. Kari nap, közös főzés, piknik. Az emberi kapcsolatokat erősítené a GFE hallgatói önkormányzata. Hatan kaptak elnöki elismerést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi vármegyegyűlésen. Zalai Mihály elnök az eseményen azt mondta, minden korszakban másképpen kellett helytállni, volt, amikor fegyverrel, most pedig becsülettel, szorgalmas és kreatív munkával lehet szolgálni a hazát. Ez a nap híre. Koszorúzással kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés eleken. A Sarlós Boldogasszony templom melletti forradalmi emlékművet Zalai Mihály, Békés vármegye önkormányzatának elnöke, Szelezsán György polgármester és Kovács József országgyűlési képviselő koszorúzta meg. Ezt követően ünnepi közgyűléssel folytatódott a keddi esemény. Zalai Mihály kiemelte, ezek az alkalmak ráirányítják a figyelmet a több mint egy évtizede kimagasló munkát végző emberekre. Ahogyan minden korszakban más és más módon kellett helytállni, 48-49-ben lehetőleg fegyveres erővel, ahogy ma is itt elhangzott, hiszen Vasvári Párról és a Rákóczi Szabadcsapatról, amelyeknek kétharmada, katonák kétharmada Békés vármegyéjekből állt és halt meg a bihari hegyek között. Akkoriban ilyen módon, most pedig becsületes, jószándékú, szorgalmas és kreatív munkával lehet elsősorban szolgálni a hazát, szolgálni Magyarországot. Szelezsán György beszédében kiemelte, igyekeznek mindent megtenni azért, hogy az eleki fiatalok erős nemzeti érzelemben nőjenek fel, hogy büszkén helyezzék ki március 15-én a kokárdát. Legyenek büszkék az őseikre, azokra az ősökre, akik a vérüket és életüket adták azért, hogy mi ma szabad nemzetben éljünk, bármilyen felekezethez tartozzunk, és büszkék lehessünk azokra az értékeinkre, amiket az őseink képviseltek. Az ünnepi beszédet a Körösfői Rákóczi Kultúraegylet elnöke Péntek László helytörténész tartotta. Kiemelte, az 1848-49-es szabadságharc egyik hőse, Vasvári Pál máig hatással van az emberekre. A nemzetek együtt, egymás mellett akarnak emelkedni, nem pedig egymás romjain, mondta Vasvári Pál 1848-ban. Egy évre ráhalott volt. A beszédeket követően átadták az elnöki elismeréseket. Az élet hat különböző területéről érkezett, a vármegye életében meghatározó szereplő vehetett át kitüntetést. Elsőként Cugyikné Bónus Gabriella, a Körösmenti Integrált Szociális Intézmény intézményvezető helyettese lépett fel a színpadra. Nagyon sok a szenvedő ember, még azok is, akik a hétköznapokban nem mutatják ezt. Hogyha néhány szót váltunk felük, akkor rájövünk arra, hogy nincsen könnyű élet. És hogyha nincsen könnyű élet, akkor nekünk segítőknek jelen kell lenni, és meg kell találni azokat a pontokat, ahol segítséget tudunk nyújtani. Elnöki elismerésben részesült a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium főigazgató helyettese Mihalik Árpádné. Ez az elismerés nagyon megtisztelő és nagyon meg is lepett. Ami pedig igazából a büszkeséget illeti, a munkám során rengeteg olyan apró és nagyobb dolog is történt, amire igazán tényleg büszkén tekintek vissza. Ez egy hosszú pálya, nagyon nehéz lenne belőle bármit is kiemelni. Az ünnepi közgyűlésen az Orosházi László Elek Kórház és Rendelőintézet belgyógyász nefrológus főorvosa Serej Zsuzsanna is elnöki elismerést vehetett át. Mi motivált, talán a kisfilmből is kiderül, hogy a betegek lehet, hogy pátoszos, de a betegek iránti elhivatottság, ami az évek alatt sem kopott meg, úgy érzem. Kitüntetést vehetett át Megyesi István, a Mezőkovácsházi mentőállomás vezetője. Az, hogy mi motivál a hétköznapokban, hát talán a család leginkább.
A munkám során pedig a kollégáimnak a hozzámállása, tehát az én munkámnak a segítése, a mindenkori mellettem állása az, hogy egy csapatként tudunk dolgozni, ők értem, én értük. Magas színvonalú munkájáért elnöki elismerést vehetett át Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy akiknek a nevében én megnyilvánulok, megszólalok, vagy bármit leírok, akiknek a munkájáról híreket közvetítek, nekik tartozom azzal a felelősséggel, hogy egy jó minőségű képviseletet nyújtsak. Így igyekszem felkészült lenni, igyekszem ebben folyamatosan fejlődni, és próbálom azt a szintet tartani, amit a kollégáim a rendőr szakmai munkában is hoznak. Lászik Gábor tűzoltó alezredes, a Békés vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság megbízott hatósági osztály vezetője is elnöki elismerést vehetett át. Azokkal az épületekkel foglalkozni, amelyek napjainkban, környezetünkben lesznek, állnak, és ezeknek a nagy projekteknek a részévé, elemeivé lenni és alkotni benne, ez egy nagy kihívás. Ez a legnagyobb motiváció a családon kívül. Az ünnepi közgyűlést a Mester György Általános Iskola tanulóinak műsora színesítette. A passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrök ezen a héten. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár egyre kevesebben, de még mindig vannak, akik nem kapcsolják be a biztonsági övet. Kedd délelőtt a Karácsonyi János utcában készültek ezek a felvételek. A gyulai rendőrkapitányság munkatársai a passzív biztonsági eszközök alkalmazását ellenőrzik, elsősorban a biztonsági övre fókuszálva, de a gyermekbiztonsági rendszert és a bukós isak viselését is figyelték. Egyre többen használják ezeket a passzív biztonsági eszközöket, a biztonsági övet főként, utasként is, járművezetőként is. Az ellenőrzés azért van szükség, hogy mindenki használja ezeket az eszközöket. Nyilván a nevében is benne van, hogy biztonsági eszköz, ez a biztonságunkért felel. A tapasztalatunk az, hogy egy balesetnél akár az egész sérülés is megakadályozható, vagy megelőzhető avval, hogy ha valaki használja ezeket az eszközöket, egy olyan balesetnél meg akár életet is menthet. A kiemelt ellenőrzés sorozat hétfőn kezdődött, és 6 napon át egészen szombatig tart. Az akciót az Európai Közlekedésrendészeti Szervezet éves terve alapján végzik hazánkban. A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka jelentősen csökkenthető. Éveken át heti rendszerességgel jelentkezett a Levéltár per patvar sorozata. Az intézményt népszerűsítő kiadvány alapvetően elérte célját, a szakemberek most a folytatáson gondolkodnak. A házas és a család élet árnyoldalairól szóló dokumentumokat szám szerint 41-et tett közzé az elmúlt években a Békés vármegyei levéltár. Sáfár Gyula igazgató elmondta, per patvar rovatuk egy 2019-ben indult levéltári programsorozatba illeszkedik. Ennek részeként főként levéltár pedagógiai foglalkozásokra, családfakutató rendezvényekre, forrásfeltárásra került sor, Gyulán pedig egy intézmény népszerűsítő irányba is elindultak. Héja Julianna Erika főlevéltáros révén heti rendszerességgel tettek közzé olyan érdekes dokumentumokat, melyekhez magyarázatként rövid leírást is mellékeltek. A legolvasottabb cikk a Visszakért jegyajándék című volt, ez egy 1930-as évekbeli orosházi esetet idéz. Egy szabómester felbontotta a eljegyzését, mert elhidegült a menyasszonyától, és amikor meglátta az utcán az új vőlegényében, akkor nagyon hát jelenetet rendezett, és aminek ilyen gyűrű dobálás, meg nyakláncletépés lett a vége, illetve visszakövetelt a jegyajándékot, ami egy akkor nagy értéknek számító rádió volt, de aztán az iratokból nem derült ki, hogy végül visszakapta-e. Sáfár Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy a hivatalos feljegyzések között nagyon sok emberi történet bontakozik ki.
tervbe van véve, még akár a perpatvar is, most egy kis szünetet tartottunk rá, már 41 dokumentum került fel, de valószínűleg folytatódni fog, vagy ha nem is a perpatvar, akkor egy olyan hasonló népszerűsítő sorozat a honlapunkon. A levéltár idén két nagy konferenciára készül, a nyáron Békés Csabán a Dózsa-féle parasztlázadásra emlékeznek, az ősszel a Gyulai Városházán az 1944-45-ös eseményeknek állítanak emléket. Karinap, közös főzés és piknik is a tervek között szerepel a Gál Ferenc Egyetem Gyulai Karán. Az ötfős hallgatói önkormányzat az emberi kapcsolatokat szeretné erősíteni. A közelmúltban alakult meg a Gál Ferenc Egyetem egészségi és szociális tudományi karának legújabb hallgatói önkormányzata. Az ötfős csapat legfőbb törekvése a kari összetartás erősítése. Pribék Dávid elnök kiemelte, fontos számára, hogy közösségcélú, társas emberi kapcsolatokat teremtsen a jövőben. Az emberi kapcsolatokat úgy szeretnénk építeni, hogy egy olyan közösséget tudjunk kovácsolni, amikor is nincsen gát közöttünk. Úgy tudjunk családiasan kommunikálni, és szórakozni, és programokat csinálni, hogy megismerjük egymást, és ez ne gátoljon minket semmiben. Ugyan egy kisebb egyetem vagyunk, de úgy gondolom, hogy ez előnyünkre válhat, hiszen mindenképpen sokkal jobban kapcsolódhatunk egymáshoz. A HÖK tervei között szerepel, hogy újraindítsák a karinapot, melyet akár több napos eseményre bővítenék. A programok között szerepelne közös főzés az egyetem területén, valamint a Várkertben egy piknik. A több napos programok esetében fontos, hogy a közösség minden tagja részt tudjon venni rajtuk, hiszen sokan levelezős hallgató. Egy kisebb bált szerveznénk nyilván olyan keretek között, ami egyetemi keretek között megvalósítható, vagy akár a kollégiumban egy ilyen kisebb gólyatábort, csak így a Gyulai Egyetemnek. Úgyhogy ilyen terveink vannak elsősorban. A programokra való igény azért nőtt meg, mert 2023-tól mindhárom az ápoló, a szociális munka, valamint az egészségturizmus szakra is sok hallgató jár. A HÖK munkájában három első éves is részt vesz. Nekik például az ő évfolyamunkon nagyobb a hangjuk, őket jobban ismerik, mi meg inkább felfele tudunk vinni információt. Például az én osztályomban elég nehéz, mert ketten vagyunk nappal is hallgatók, a többiek levelezősök, sőt az egész évfolyamunkon összesen hatan vagyunk nappalisok, tehát annyira mi így nem tudjuk hirdetni vagy buzdítani a társaságot, viszont meg fogjuk próbálni mindenképpen. Például nekünk is az osztályunk, mi rendszeresen összeülünk, bográcsozunk, tehát attól függetlenül, hogy levelezősök, attól függetlenül nyitottak ezekre a programokra. A HÖK kapcsolattartása a hallgatókkal leginkább az online térben valósul meg. Bíznak benne, hogy hagyományteremtő programokat sikerül megvalósítaniuk. Megjelentek a primőr alapanyagok a Gyula konyha raktárában. Rövid hírek következnek. A helyi termelők, beszállítók portékái már megérkeztek a Gyula konyha raktárába. A primőrök, vagyis egy évszak korai első termései valamilyen zöldségből, gyümölcsből fontos alapanyagoknak számítanak a mindennapi ellátásban, közétkeztetésben. Ambrus György ügyvezető kiemelte, egy hónappal előre tervezik meg az étlapokat, így időben felveszik a kapcsolatot a termelőkkel, hogy milyen állapotban vannak a zöldségek, gyümölcsök. Ambrus György kiemelte, az áprilisi étlapon már egyre kevésbé szerepel a csemege uborka, melyet a friss saláta vált fel, melyből levest és főzeléket is készítenek. Nem tartozik a népszerű ételek közé a fiatalok és az idősek körében, de tejszínesen kolbásszal, valamint virslivel színesítik. Az ügyvezető hangsúlyozta, nem mindegy, hogyan tálalják a nem igazán kedvelt zöldségeket az ételekbe. Ambrus György kiemelte, nem egyszerű a gyermekek és az idősek étkeztetése, ezért külön figyelmet fordítanak arra, hogy közvéleménykutatást végezzenek. Az ügyvezető hangsúlyozta, a közétkeztetés legnépszerűbb étele még mindig a tejbe gríz. Tavaly szeptember óta Tordai László osztályvezető főorvos irányítja a Gyulai Onkológiai Centrumot.
A korábban a Szegedi Tudományegyetem onkoterápiás klinikáján dolgozó szakember a nyugdíjba vonuló Pikó Béla főorvost váltotta az onkológiai központ élén. A március első hetében tartott tudományos ülés elsősorban a bemutatkozásról szólt, és arról a munkáról, amelyet az osztályon dolgozó munkatársak végeznek, fogalmazott Tordai László. A centrumvezető a jövőben rendszeressé szeretné tenni a tudományos üléseket. A Gyulai Onkológiai Centrumban jelenleg 11 orvos és egy rezidens dolgozik, kiemelten kezelve a tudományos kutatási területeket. Ennek egyik sikertörténete az a bejelentés, amelyet az osztály centrumvezető helyettes főorvosa Bánhegyi Róbert János tett a tanácskozáson. A világon elsőként, március 1-én Gyulán megalakult a Magyar Onkodiabetológiai Társaság. Magyar történelem jelentős női alakjairól volt szó március 8-án az Almási kastély kápolnájában. Szilágyi Sándor történész a kastély történetéhez kapcsolódva Almási Dönészt emelte ki, aki ott volt 1918. október 31-én Tisza Lajos meggyilkolásakor. A saját testével védte az egykori miniszterelnököt. Olyan honvéd hölgyekről is szó volt az előadásban, akik fegyverrel a kezükben küzdöttek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Ilyen például Fifner Paulina. Szilágyi Sándor előadásában kitért még az 1957. február 2-án kivégzett Mány Erzsébetre is. Szó volt még Beck Vilma írónőről is, aki az 1848-49-es szabadságharcban kémként segítette a magyarokat, ugyanakkor az osztrák hadvezetésnek is jelentett. Szilágyi Sándor kiemelte, nem mindenki szolgálta a magyar ügy mellett. Így szó volt még Gróf Dembinski Tivadarné Hogel Emiliáról is, aki fizetett osztrák kémként, Kossuth Lajos környezetébe férkőzött 1849-ben a fegyverletétel után. Az Almási kastély parkjában dolgoznak a Gyulai Közüzemi Kft. Munkatársai ezeken a napokban készült felvételeken. A jó idő beköszöntével a cégnél is megnövekedett azon feladatok száma, melyek már leginkább a tavaszra jellemzőek. Ezek most párhuzamosan zajlanak a téli feladatokkal, a fák meccésével és a lombgerebjézéssel. A közterületi ivókutak beüzemelése egyenlőre még várat magára, hiszen ezen létesítmények működése erősen fagyérzékeny. Már vannak olyan délies fekvésű, elsősorban rézsűs területek, ahol hamarosan vágni kell a növényzeten. A fűnyírás tekintetében március vége felé várható az az időszak, amikor már teljes gőzzel beindul a munka. Művészetterápiás foglalkozásokkal ismerkedtek a GFE hallgatói. Lapszemle következik. Művészetterápia a szociális segítségnyújtásban. Orosházi intézménylátogatáson vettek részt a Gál Ferenc Egyetem szociális munkaszakos, nappali tagozatos hallgatói. Írt a weboldalán a GFE. A program kiemelt célja volt a művészetterápiás foglalkozások szerepének fontosságának a megismerése. Letették a Dombóvári Katolikus Óvoda alapkövét. A kivitelezési munkálatokat január 4-én kezdték meg, írta a Magyar Kurír. A tervek szerint 2024. decemberében már fogadják az óvodásokat az elkészült épületben. Szombati zarándoklatra hívnak. Még lehet jelentkezni a Talpra Magyar 7. zarándoklatra, írta az Orosz Café. A zarándoklatot három formában szervezi három egyesület. Gyalogos, futó és kerékpáros résztvevőket várnak. Éled az avarszint a marosi erdőben. Gyors ütemben ébred a növény és állatvilág, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A tavaszi napfény hatására élettel telt meg az erdők avarszintje. Változékony, de alapvetően enyhe időben lesz részünk a héten. A folytatás is hasonlónak ígérkezik. Szerdán napos és felhős időszakok váltják egymást, csapadék is előfordulhat. A hőmérők éjszaka 6 fokot, a kora délutáni órákban 13 fokot mutatnak. Csütörtökön hosszabb időre kisüt a nap, csapadék nem valószínű, de élénk lehet a szél. A hőmérséklet pedig 6 és 15 fok között változik.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Eleken ünnepelt a Vármegye. Több elismerést adtak át a kedd délelőtti közgyűlésen. Érdemes bekapcsolni az övet. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik. Sokan olvasták a Perpatvart. Elérte célját a Levéltár online térben futó sorozata. Karinap, közös főzés, piknik. Az emberi kapcsolatokat erősítené a GFE hallgatói önkormányzata. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!